Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Április 7-e egy portál nap, amikor kinyílik egy égi kapu. Mit jelent ez konkrétan? A mi naprendszerünk is mozog. Van egy centrál nap, és ott keringünk. Persze ez a mozgás nagyon-nagyon lassú, de vannak bizonyos napok, amikor a Földünk ebbe az irányba tekint. Ez egy olyan finom energiamező, aminek gyógyító hatása van, és nyílik itt egy kapu egy spirituális területre. Mint mindig, ezen a napon is tartok egy szertartást, ami este 11 órakor kezdődik, hogy kinyíljon ez az égi kapu, legyen gyógyító erő, ezúttal a szív betegségekről van szó, tehát arra hat ki. És hogy milyen téma van, mindig van egy szimbólum ezeken a napokon. Ezúttal Kaukak uralkodik e felett a portál nap felett, és ez a Kaukák azt jelenti, lefordítva, itt van egy viharos eső. Lehet, hogy bizonyos dolgok olyan hirtelen történnek, de ennek az esőnek van tisztító hatása is. Valami kitisztul az életben, vagy tisztán látunk bizonyos dolgokat, vagy megvan most arra a lehetőség, hogy kinyíljon egy új kapu, ezek a lehetőségek, amikor tisztázni szeretnénk valamit, vagy tisztán látni valamit, ez lehet egy új irány, ezek lehetnek változások is. Kaukak jelenti azt is, hogy vannak megújulások, hogy valamit le tudunk zárni, és lesz egy új irány, egy új kezdet. Ez kihathat a szerelemre, a családra, vagy a munkára, a hivatásra is. Mivel itt vannak ezek a megújulások, megvan ez a tisztító erő is, és megvan arra a lehetőség, hogy lezárjunk valamit, és legyen egy új kezdet, ez a szertartás, ez az energiamező kihat arra, ha most indítunk valamit, akkor az majd növekszik, az gyümölcsözni fog. És így tudtam beszámolni erről a bizonyos napról, ami mindig nagyon érdekes, hiszen használhatjuk ezt a befolyást, ezt az energiamezőt. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!